futóba. Kérsz segítséget? Á, nagyon-nagyon kérdés. Na, nagyon sportos anyuka. Így. Ezt rendszeresítjük, gyere jó? Gyere velem, Csabi! Hogyan is indulhatnánk el? Feszkó nélkül. Én nem feszkózom. Nem feszkózol? Hát pedig neked kéne feszkózni, csak igazán. Vizes a hajad, és úton kéne lennünk 30 percet. Ez egy percen belül megváltozik. Időpontra érkezünk. Úgy szerveztem programot neked, hogy 2 órára rend kéne lennünk. És hova megyünk? Mindig titkos. Igen, majd meglátod. Te vezetsz úgy, hogy majd... Hát ez színben csak tudjunk. Majd mondom, hogy jobbra vagy balra fordulj. Oké. De nézd, a néni segít neked megint a fordulj, mindig. Nagyon kerülés tőle. Köszi, Nino! Na, mehetünk, Ágnes? Már megint rád kell várni. Úristen! Nem mondok semmit. Végre elindultak. Pápa! Köszönjük! Szia, mama! Sziasztok! Jó utat! Na, hogy tetszik, amerre járunk? Nagyon-nagyon cuki. Hát alapvetően ugye a titkos randinak a helyszíne fel kellett, hogy oldódjon. Szóval ide kellett valahogy találni. Szálka nevű település felé haladunk. Így van. És most mindenféle szerpentint mászunk meg. Ez alapvetően Pécshez van közel, úgyhogy úgy gondolom, hogy valami borvidék. Én úgyhogy azt gyanítom, hogy nem ússzuk meg szárazon estét. Ez nagyon-nagyon pontosan így van, így fog történni, mert hogy tényleg szálkára tartunk, ahol a Lajvér borbirtok található. Úgyhogy hát ma este, drágám, egy borvacsorán, egy borkóstoláson fogunk részt venni, és szerveztem még egy nagyon kis meglepetés programot, amin még soha nem jártunk, mert egyébként nagyon-nagyon szerettünk régen még a gyerekek előtt különböző borvidékeket, bedugultak fülem itt, ahogy jövünk felfelé, különböző borvidékeket látogattunk meg, nagyon-nagyon jó borokat kóstoltunk, finomakat ettünk, és hát ez is így teljesen kikopott az életünkből a gyerekek érkezésével, de most, hogy otthon hagytuk őket, egy kicsit elszoktunk, így most azt gondoltam, hogy így lett egy szabad esténk, ez egy nagyon-nagyon szuper program lesz, kis romantikus program, úgyhogy hát ez a mi Valentin napi közös kis időtöltésünk. Az a templom, de cuki! Hát majd ezek a szerpentinek is elég cuki. Igen, nagyon komoly utakon jövünk, közlekedünk. Na, az a nagyon kis jó helyen vagyunk. Úgyhogy... Viszont szőlő van. Szőlő van. És mit gondolsz, mi lehet a meglepetés program? Mit csinálhatunk itt a pincészetek környékén, szőlőben? Most mondhatnám, hogy tejben, vajban fogunk fürödni, de talán inkább borocskában fogunk muszkálni, pancsolni. Így van. Nem tudom, hát gondolom pincét, azt látni fogunk. Igen, azt megnézzük. Pincészetet. Erre egész komoly összeget tettem volna. Figyelj, úgyse találod, úgyhogy én elmondtam. Bort fogunk fogyasztani. Bort fogunk fogyasztani, igen, azt lehet szerzni. Remélem, nem lesz zsíros kenyér is, hagymával. Zsíros kenyér hagymával, annál kevés jobb dolog van a világon. Képzeld el, hogy egy dűlő túrára visznek el minket. Sétálni fogunk az ülőben? Nem, jippel. Terepjáróval visznek minket egy dűlő túrára, és azért van ez a délutáni érkezésünk, kora délutáni érkezésünk, hogy szépen körbejárhassuk az egész birtokot, megnézhessük a pincészetet, ígyunk esetleg egy pohár bort, és utána a naplementét fogjuk megnézni ezen a dűlő túrán. Egy kicsit megijedtem így a dűlő túra kifejezés kapcsán, hogy hát ha csapatépítő jelleggel kapunk egy metszőollót és egy 10-15 hektár gyorsan meg is metszhetünk. Mert hogy ilyen is volt már. Mert volt, történt ilyen. Igen.
Igen, igen. Na, mit szólsz ehhez? Nagyon jól hangzik. Jól hangzik? Hát, ülőtúrán még sosem voltam jeep-el. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ez mit akar itt Magyarországon. Mert sivatagi tűnetúrán már volt, most jön fel, de az azért más volt. Szálka! Na, keressük meg, hogy hová megyünk. Nézzünk itt táblákat. Nincsen beütve. Szálka van csak. 4 napja az erdőben bolyongunk. 4 napja az erdőben bolyongunk, Csebi szerint. Szóval a Vazze, vagy Waze, Lajvér avantgárdként ismeri. Aha, itt a balos Lajvér borbirtok, ott van kitéve. Oda megyünk fel! Na, Ágnes, hova hoztál? A Lajvér borbirtokon vagyunk éppen, Csabi. Csodálatosan sok a nap is egy ilyen. Csendes volt, de nagyon-nagyon jó helyez. Beszélünk, nem az a régi hagyományos téglával kirakott pince. Ez a stílusából is látszik, három szinten helyezkedő abszolút modern borászat. És ugyanez a modernitás, mint a képzetbe és a magába a technológiába készítésben a kreatív. Mellett azért használunk régi hagyományos hordós élelést is. Mindenhol a... Gyakorlatilag nem ismerjük a szőlőjüket. Ahogy a szőlő érkezik, úgy van. Haladjunk! Gyakorlatilag 1500 hektori tervű vörösból öröztük kapacitás első szinten, és 1500 hektori tervű fejjelületi rózsi kapacitás alsó szinten. Minden tartályunk mindegyik ültetünk. Azt mondom, hogy a lehetne magának a pincének. Ide kerül be akkor, amikor eljed, innen kerül hordóba. Majd a hordóból a véglegesítésre is ide kerül vissza, és innen kerül a palackozóba. Itt születnek a borok, és itt véglegesednek is a borok. Na, hogy tetszik Csaba a borbirtok? Kóstoltunk sokféle bort, picit érzem is a hatását. Egy kicsit csillog is a szemed, de az enyém is gondolom. Szélesen most. Homályosodik a tekintetem, tehát te a borok annyira finomak, hogy egyszerűen nekem tényleg nem volt film egyetlen egyet sem kijönteni, hanem amit kaptunk kóstolásra, én meg is ittam mindegyiket, úgyhogy kaptunk egy ilyen Lajvér Merlot, és mindjárt nekivágunk a kis dűlőtúránknak. Mit szólsz, Csabi? Már ott van a Berta, amivel útnak indulunk. Ezt rendszeresítjük, gyere, jó? Gyere velem, Csabi! Jó. Most hagytok itt először szálkán, igaz? Így van. Ezt tudjátok, hogy ez a... Félig igaz, mert eltévedtünk és körbejártuk a várost. A várost vagy a falu? Települést nem tudom. Nem akartam a megsérteni, szálka. Ezért mondtam. 640 fő lakosan tudok. 1 dologra... Csabi a volánnál! Engedjük vissza... Hogy hátrafele... Ó! Hátrafele megyünk! Nincsen rokonás szóval. Semmi, jó. Egyes gyönyörűen. Eredeti motor. Ági, elcseréljük, ezzel megyünk haza? Simán! Mitek van? Várj, először vigyézzük meg. Somewhere's gotta end.
beton az alja, úgyhogy mehetsz nyugodtan. Hát kiszállni nem fogom megtolni, az biztos. És akkor onnan jöttünk. Milyen sárgás világban van meg. Nagyon izgalmas volt, mert a dűlőtúra utolsó harmadában a Csabi vezetett, aki végig fülig érő szájjal tette, ezt nagyon izgalmas volt. Ugye nekem kapaszkodni kellett végig, de nagyon jó volt, és már közben nekünk előkészült a kis asztalunk. Itt mellettünk. De miért ez rosszabb? És itt van a vacsoránk. Úristen, de gyönyörű. Sokan eljönnek a vadétától, de általában sokszor ez az így szokott mondani. És a borkóstolónk is elkezdődik. Így van. A borkóstolót egy nagyon könnyed fehér borra fogjuk kezdeni. Ez egy 2017-es évjelentő Cuvée Blanc. 60%-ban Sauvignon Blanc, 40%-ban cserszegű fűszeres tartalmaz. Ugye ez a, itt a szexuális piacon egy teljesen ismeretlen házasítás, egy nagyon könnyed, inkább a földekre épülő fehér bor, ha mondhatom így. Summázva van addig. Sikerült, most már közel a végéhez érkezünk. Mármint az igazi végéhez nem, csak a publikus végéhez. Ez az utolsó előtti borunk, van még egy borunk, amit megkóstolunk ezen a borkóstolón, borvacsorán. Nagyon finomakat ettünk, tényleg jó volt minden kaja. Tele a pocak. Az egész délutánunk jó volt. Elvittek minket egy dűlőtúrára, mentünk föl, mentünk le, mentünk Pocsolyágba, egy kicsit még vezethettem én is az autót. Utána kaptunk egy nagyon kicsi vacsorát, ahogy már említettem, és sok-sok port megkóstoltunk, illetve végigjártuk a Lajvér pizzészetnek a pizzéjét. Gyakorlatilag megnéztük, hogy hogy készülnek itt a borok, hogy hordozzák őket, végignéztük a hordókat, mindent, úgyhogy megtudtunk mindent a szexárdi borvidék borairól. Na de azt mondd el, hogy milyen jelleggel hatott ez a mi kapcsolatunkra? Milyen extra hát élményt? Mámoros jelleggel hatott ez a 12 féle bor, amit ma már megkóstoltunk. Úgyhogy mámorosan éreztük magunkat, abszolút nagyon jól éreztük. Szerintem ketten magunkat jó volt kicsit kimozdulni a gyerkőcök mellől, bármely hiányoznak, nyilván a gyerekek nem sokára megyünk hozzájuk haza. Mit gondolsz, jót szerveztél nekünk? Hát én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon magasra tettem a lécet szerintem neked, úgyhogy nem lesz könnyű dolgod überelni ezt a randit. Gyönyörű helyen vagyunk, én úgy láttam, hogy te nagyon-nagyon élvezted ezt az egész napot, és hogy annyira sok kérdésed volt, hogy a fél órás kis pincetúránk azt szerintem legalább dupla időtartamra növekedett. Isteni finomak voltak tényleg a borok, és nem is beszélve, hogy én tényleg életem szerintem legeslegjobb vadételét ettem. Gasztroélmény, a kis kapcsolatunknak, a kis lelki világunknak szerintem most hogy nagyon jó volt, nagyon régen voltunk ilyen szituációban ketten, úgyhogy most rajtad a sor. Amúgy bármi jöhet, ami evés, ami ivás, igazából teljesen mindegy, akár a szezonhoz köthető, télban még elmehetünk akár egyet, nem tudom, szánkózni, bobozni, korizni, nem tudom, valami jó papát csinálni, lehet benne valami izgi, egészen nyugodtan tudod, hogy nyitott vagyok bármire. Most elköszönöm tőletek, reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, és szeretnénk ebből egy kis sorozatot is létrehozni, úgyhogy nyugodtan írjátok meg nekünk kommentben, adjatok tippeket, hogy milyen randi helyszíneket, vagy milyen jellegű randikat szervezünk egymásnak, mivel lepjük meg a másikat, mit mutassunk meg, mi az, amit egy anyuka, egy apuka is a gyerekeket egy picikét félretéve lepasszolva is ugyanúgy tud élvezni, mint hogyha még csak az ismerkedési fázisában lenne a kapcsolatok. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, kedveljétek a videót, és írjatok nekünk kommentben mindenféle tippet. Jó éjszakát!